25. alkalommal szervezték meg Szilárd Somlyón a város szülöttje, Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel király tiszteletére a Báthori napokat, amely idén immár 5 napos fesztivállá alakult. Ahhoz, hogy ez a rendezvény létrejöhetett, nagyban hozzájárultak Szilárd Somlyó testvértelepülései is. Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel király tiszteletére 25. alkalommal szervezték meg a Báthori István napokat szülővárosában, Szilárdsomlyón. A helybéliek fontosnak tartják a vezér emlékének ápolását, mondja Berek István, megyei tanácsos, a város korábbi magyar alpolgármestere. Mint Szilárdsomlyó szülöttje, mi úgy éreztük, hogy a kultuszát fel kell éleszteni, annál is inkább, mert még ma is áll az a templom, a hátul mögötti katolikus templom, ahol őt megkeresztelték. Tehát itt keresztelték meg, itt született ebbe a városba, és a város szerintem legnagyobb szülöttje. Az emlékünnepségen részt vettek Szilárdsomlyó magyarországi és moldáviai testvérvárosának képviselői, valamint egy népes lengyelországi delegáció. A közös ünneplésnek immár negyedszázados hagyománya van a fejedelem szülővárosában, emlékeztet dr. Széman Péter, a Báthori István Alapítvány elnöke. 25 évvel ezelőtt nagyon nehezen indultunk, szobor még nem volt, akkor tettük az első táblát ide a katolikus templom falára, akkor csak egy volt még. És a város nagy ellenkezése közepette megtartottuk az első napokat. Sime eltelt 25 év, amikor az az álom valósult meg, hogy 5 napos fesztivál legyen egy ilyen kis városban, ami szerintem óriási dolog. A templomi ünnepséget követően a szervezők és a meghívott vendégek köszöntötték az egybegyűlteket Báthori István mellszobra előtt, majd koszorúzással ért véget a megemlékezés.